Sokunk számára ismerős, hogy gyermekeink a hosszú nyári szünetet követően a tanévkezdéskor pár hét után valamilyen légúti betegséggel küzdenek. Gondolunk rá, de aztán mégis mindig váratlanul, ráadásul legtöbbször a legrosszabbkor ér. Folyik a gyerek orra, köhög, rosszabb esetben még lázas is. Dr. Győri Gábor szekszárdi házi gyermekorvos azt mondja, szeptember első heteiben mindig megtelnek a rendelők. Szeptembertől, amikor az iskola és az óvoda szezon elindul, újból elkezdődnek a felső légúti kurutos betegségek, azaz a náthás tünetekkel járó rinovírusok által okozott betegségek, amik köhögéssel, orfolyással, időnként lázzal is járhatnak. Ez sajnos elkerülhetetlen. Ez minden évben szeptember második, harmadik hetétől jelen van, ugye szeptember első hetében a gyerekek elkezdik az iskolát, és a második héten beköszöntenek ezek a betegségek, és onnantól kezdve tömegek lesznek a gyermekorvosi rendelőben. Ilyenkor vitaminokkal, multivitaminokkal igyekeznek erősíteni az immunrendszerüket, ám sokszor felmerül, vajon jót teszünk-e ezzel. Rossz hírem van igazándiból, semmivel nem lehet megelőzni. Ugye ezeket a vírusfertőzéseket, ezeket nem fogja megelőzni az a tény, hogy esetlegesen a nyári időszakban föltöltik a gyerekek vitamin szintjét, reményeink szerint természetes módon, tehát zöldséggel, gyümölcsökkel, és nem multivitaminokkal. Ezeken a betegségeken egész egyszerűen túl kell lenni. A gyerekeknek meg kell termelni azt az ellenanyag szintet, amikkel tudnak ezek ellen védekezni, és aztán egy idő után már nem fogja az ő szervezetüket bántani ez a vírus. Főként az első évben kell elfogadnunk a tényt, a betegségek nem kiválthatók a különböző készítményekkel. A gyermekorvos szerint a multivitamin készítményeket sem tilos adni, de főként erre a téli időszakban van szükség. Egy kiegyensúlyozottan táplálkozó gyermeknél nem szabad extrém mennyiségeket bevinni. A gyerekek immunrendszerét megfelelő mennyiségű zöldséggel és gyümölcsel tudjuk táplálni és erősíteni.